Szép napot kívánok mindenkinek! Ebben a videóban szeretném bemutatni a deriválási szabályokat, illetve az elemi függvények deriváltjainak a felhasználását különböző deriválási feladatok megoldásában. Ezeket a deriválási feladatokat amúgy egyetemi gyakorló feladatsorokból válogattam. A Szegedi Tudományegyetem és a BME különböző feladatai lesznek most terítékeny gyakorlatok. De mielőtt belekezdenénk, először is beszéljünk a deriválási szabályokról, illetve az elemi függvények deriváltjairól, mégpedig először az elemi függvények deriváltjai. Na most az, hogy mi az, hogy elemi függvény, ez egy nagyon érdekes dolog. Alapvetően itt most néhány a középiskolában általam is tanított függvénynek a deriváltját fogom megmutatni. Nyilván ezen kívül vannak még derivált függvények, ezek általában inkább a hiperbolikus függvények, illetve a inverse függvények, az area, meg az arcus függvények, amiket még egyetemen a diákok tanulnak attól függően, hogy merre tanulnak tovább. De én azt gondolom, hogy ezekben a feladatokban az általam tanított, illetve most bemutatott elemi függvények, azok pontosan elegendőek lesznek. A derivált függvényeket oszlopszerűen fogjuk elrendezni. Először lesz a maga a függvény, utána pedig a deriváltja. Először is kezdjük a legegyszerűbbbe, ugye konstans. A konstans deriváltja mindig nulla. A következő az x az n-ediken. Az x az n-edikennek a deriváltja n-szer x az n-1-ediken. Itt nagyon fontos, hogy az n az tetszőleges valós kitevőt jelenthet, függetlenül attól, hogy egyébként az n-et azt általában egészek vagy pozitív egészek esetleg természetes számok jelölésére szoktunk használni. Aztán az a az x-ediken függvénynek a deriváltja a az x-ediken szer ln a. Itt nyilván a nagyobb, mint nulla és a nem egyenlő egy. E az x-edikennek a deriváltja önmaga. A alapú logaritmus x-nek a deriváltja 1 per x szer ln a. Itt nyilván a nagyobb, mint nulla, a nem egyenlő egy. Ugyanúgy az e alapú logaritmus x függvénynek a deriváltja 1 per x, a sinus x függvénynek a deriváltja cosinus x, és a cosinus x függvénynek a deriváltja minusz sinus x. Na most ezen deriváltak mindegyike, illetve az, hogy az adott függvénynek éppen ez a derivált függvény, ez mind egy-egy tétel, ezeket a tételeket analízis tantárgyból tanulhatják az arra fogékonyak, vagy akiket érdekel. Most ebben a videóban nem mutatom meg egyiknek se a bizonyítását. Alapvetően középiskolában kettőt szoktunk bizonyítani, az egyik az a sinus x-nek a deriváltja, a másik pedig az x az n-ennek a deriváltja, de azt nem tetszőleges valós kitevő esetén, hanem csak pozitív egész kitevő esetén. A másik, ami nagyon fontos a feladatok megoldásához, az a deriválásnak a műveleti szabályai. Deriválás műveleti szabályai. Műveleti szabályai. Ugye alapvetően a határértéknél tanultuk azt, hogy a határérték mind a sorozatok, mind a függvények esetében nagyon pozitívan viselkedik mindenféle műveletre. Nos, ez a deriválása sajnos nincs így. Azért vannak olyan műveletek, amikre jól viselkedik, meg vannak olyan műveletek, amikre idézőjelben nem jól viselkedik. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy rossz a viselkedése, meg egész egyszerűen ott nem az elvárt eredményt kapjuk a deriválásnál. Nézzük először is. Ha egy függvény meg van szorozva egy konstanssal, akkor az így kapott függvénynek a deriváltját úgy kapom, hogy a konstanst megszorzom az eredeti függvény deriváltjával. Összeg, illetve különbség függvénynek a deriváltját azt úgy kapom, hogy lederiválom az összegnek, illetve a különbségnek mind a két tagját. Na, ezek voltak a szépek. A szorzat függvény deriváltját úgy kapom, hogy a szorzat egyik tényezőjét deriválom, és a másikat nem, plusz a másik tényezőt deriválom, és az elsőt nem. A negyedik szabály, vagy negyedik műveleti tulajdonság tört deriváltja, fx per gx-nek a deriváltja, az úgy néz ki, hogy f derivált x szer gx, minusz g derivált x szer fx, osztva a g függvénynek a négyzetével, és az ötödik az összetett függvény deriválási szabálya,
Azt összetett függvényt úgy deriválunk, hogy deriváljuk a külső függvényt úgy, hogy a belső függvényt nem változtatjuk meg, és szorozzuk a belső függvény derivátjával. Ezt a szabályt úgy is szoktuk nevezni, hogy lánc szabály, mert hogyha egy függvény többszörösen van összetéve, akkor mindig annyit csinálunk, hogy a külsőt deriváljuk, aztán elhagyjuk, és utána megint a külsőt deriváljuk, elhagyjuk, és így tovább, és így tovább, és mindig a belső függvény derivátjával szorozzuk az előző deriváltakat. Erre majd fogunk példát látni. Na most, nézzük ezeket a példákat. Ugye először is az első függvényünk az egy összegfüggvény, ráadásul polinom. Ugye alapvetően azt érdemes róla tudni, hogy egyrészt összegnek a derivátját úgy kapom meg, hogy a különböző tagokat deriválom. Másrészt, ugye itt van ez az x a nyolcadikon például, ami meg van szorozva egy konstanssal, a mínusz 5-tel, ott meg nem felejtem el, hogy a konstans szorzót csak simán le kell írni, és az a deriválásnál semmit nem kell csinálni. Először is lesz egy fx akkor, egyszer konstansot leírom, aztán, mivel az x az n-dikennek ide is írom, hogy x az n-dikennek a deriváltja az n-szer x az n-1-diken, ezt a szabályt fogom alkalmazni, akkor ugye x a nyolcadikonnak 8-szor x a hetediken lesz a deriváltja. Plusz 2/3-szor, ugye ez még mindig x az n-diken, azaz mínusz 2-szer x a mínusz 3-on, hiszen a kitevőt lehozzuk, és csökkentjük egyel a kitevőt, aztán 1/5-ször, ugye x az elsőnek a deriváltja, ugye az 1-szer x a nulladikon, és mínusz, a 21 ez egy konstans, ott nincsen változó, nulla, ezt szebb alakba írjuk, ez mínusz 40 x a hetediken, mínusz 4/3-szor x a mínusz 3-on, plusz 1/5, mert hogy ugye az x a nulladikon, az 1, ugye bármely valószám nullától különböző valószám nulladik hatványa 1-jel egyenlő. Nézzük a következő függvényt. Ez annyiban érdekesebb az előzőnél, hogy bár itt is hatványfüggvény vannak, itt annyira nem egyértelmű, hogy ezek hatványfüggvények, tehát először át fogom írni ezt a függvényt, mégpedig úgy, hogy ezeket a gyököket, illetve a törteket eltüntetem a hatványozás definícióinak a segítségével. Először is az első tagot fel tudom úgy írni, hogy 6-szor x a 3/2-en, mínusz 3-szor x a 2/3-on, mínusz 6/5-ször x a mínusz 5-en, és plusz 2-szer, bocsánat, x a mínusz 2-on. Itt milyen azonosságokat, definíciókat használtunk? Ugye egyrészt azt, hogy a az m per n-ediken, az n-edik gyök alatt a az m-ediken, illetve azt, hogy a mínusz n-ediken, az 1 per a az n-ediken. Ugye ezt a kettőt használtuk. Most ezeknek a átírása után most már tudom deriválni ezt a függvényt. Az előzőek alapján a hatványfüggvény deriválási szabályát fogom használni. Ez azt jelenti, hogy kitevőt lehozom, és egyet csökkentem. Ez azt jelenti, hogy 6-szor 3/2-szer x az 1/2-en, mínusz 3-szor 2/3-szor x a mínusz 1/3-on, mínusz 6/5-szer mínusz 5-szer x a mínusz 6-on, és plusz 2-szer, mínusz 2-szer, x a mínusz 3-on. Éppen kifért. Ugye minden esetben azt csináltuk, hogy a kitevőt lehoztuk, és a kitevőből egyet elvettünk. Itt is a 2/3-ot lehoztuk, egyet elvettünk, mínusz 5-öt lehoztuk, egyet elvettünk, illetve mínusz 2-t lehoztuk, egyet elvettünk, és akkor ez azt fogja jelenteni, hogy itt lehet egyszerűsíteni, ugye 9x az 1/2-en, mínusz, itt is lehet egyszerűsíteni, 2-szer x a mínusz 1/3-on, itt is lehet egyszerűsíteni, ez ugye plusz 6-szor x a mínusz 6-on, itt pedig mínusz 4-szer x a mínusz 3-on lesz, ez lesz ennek a deriváltnak a mondjuk úgy legegyszerűbb alakja. Nézzük a következőt, itt is ugyanazt fogjuk csinálni, mielőtt elkezdünk deriválni, mindenből hatványfüggvényt csinálunk. Először is lesz egy olyan, hogy 3x a negyediken szer x az 1/2-en, per mínusz x a 3/2-en, vigyázzunk, nincsen zárója, plusz x az 5/4-en, szorozva 2x a 3-on. Most ezt nem hagyjuk így, hiszen vagyis a hatványokkal, amiknek azonos az alapja, ott ezeket a műveleteket el lehet végezni, illetve itt ezekkel. Ez azt jelenti, hogy az első tagunk úgy fog kinézni, hogy mínusz 3-szor x a, és akkor ugye azt fogjuk csinálni, hogy a 4-hez hozzáadjuk az 1/2-et, és elvesszük a 3/2-et. Ez x a 3-on, plusz
kétszer, itt meg ugye azonos alapú hátrány szorzata szerepel, 5 negyed plusz 3 lesz a kitevő, 17 negyediken, x a 17 negyediken. Miután ezeket az átalakításokat elvégeztük, ezt a függvényt már le tudjuk deriválni. Ugye lesz mínusz 3-szor, a mínusz lefelejtettem, bocsánat, mínusz 3-szor 3x a másodikon, plusz 2-szer 17, 17 negyedszer x a 13 negyediken, ugye egyen mindig csökkentem a kitevőt, ez azt jelenti, hogy mínusz 9x négyzet, és plusz 17 kettedszer x a 13 negyediken. Ugye itt kettővel egyszerűsítettünk. A következőben olyan függvények lesznek, amiben már nem csak a polinom függvények szerepelnek. Ugye először is a tangens függvényt én nem soroltam fel az elemi függvények között, éppen ezért először a tangens függvénynek megnézzük a derivátját. Ehhez nyitunk egy új oldalt. Az fx egyenlő tangens x függvénynek a derivátja. Azt úgy fogjuk megkapni, hogy a tangens függvényt fel tudjuk úgy írni, hogy sinus x per cosinus x, és akkor a derivátját ugye a hányados szabály alapján fogjuk meghatározni, ugye a számláló deriváltja szor a nevező, mínusz a nevező deriváltja, bocsánat, a nevező az cosinus x deriváltja mínusz sinus x, szorozva a számlálóval per a nevezőnek a négyzete, és ugye ez azt jelenti, hogy cosinus négyzet x plusz sinus négyzet x per cosinus négyzet x, ami ugye a számlálóban észrevehetjük a trigonometrikus Pitagorasz tételt, 1 per cosinus négyzet x, tehát a tangensnek a deriváltja 1 per cosinus négyzet x lesz, és akkor így ennek a függvénynek a derivált függvénye úgy fog kinézni, hogy x-nek ugye a deriváltja 1, mínusz 1 per cosinus négyzet x. A másodiknál, itt ugye még egyszer azt használtuk fel, hogy x az n-edik ennek a deriváltja az n-szer x az n-1-en, illetve az, hogy tangens x-nek a deriváltja az 1 per cosinus négyzet x. A következő feladatban ugye ln x-nek a deriváltja, ne felejtsük el, hogy 1 per x, és akkor ennek a függvénynek a derivált függvénye úgy fog kinézni, hogy 2-szer 1 per x mínusz 1, azaz 2 per x mínusz 1. Következő, ugye a sinus x-nek a deriváltja cosinus x, ide is írom, hogy sinus x-nek a deriváltja az cosinus x, az azt jelenti, hogy ennek a függvénynek a derivált függvénye úgy fog kinézni, hogy 1 mínusz cosinus x. Következő, ugye itt ezt át fogom először írni, hiszen az 1 per x az hatványfüggvény, de még egyelőre nem látszik rajta, e az x-en plusz x a mínusz elsőn, és ne felejtsük el, hogy bár hatványfüggvény már deriváltunk, az e az x-en az egyetlen olyan függvény, aminek a deriváltja önmaga, nyilván a konstans nulla függvényen kívül. Ez azt jelenti, hogy a derivált függvény úgy fog kinézni, hogy e az x-en plusz mínusz egyszer x a mínusz másodikon, ugye kitevőt lehozzuk, egyet csökkentjük, ez azt jelenti, hogy e az x-en mínusz x a mínusz másodikon. És az utolsó, ugye itt azt a deriválási szabályt kell tudnunk, hogy a az x-ennek a deriváltja az a az x-en szer ln a, illetve hogy a cosinus x-nek a deriváltja az mínusz sinus x, és összeg, illetve konstans szoros, éppen ezért a derivált úgy fog kinézni, hogy 3-szor a az x-en szer ln a, mínusz, mínusz sinus x, azaz 3-szor a az x-en szer ln a, plusz sinus x. És ezzel lederiváltuk a függvényeket. Menjünk is tovább. Na hát itt már izgalmasabb dologról van szó, hiszen ezek a függvények már két függvény szorzataként vannak előállítva. Éppen ezért a deriválásnál a szorzat függvény deriválási szabályát fogjuk használni. Ugye ez úgy nézett ki, hogy f-szer g-nek a deriváltja, ez egyenlő f derivált g plusz g derivált f. Ez azt jelenti, hogy először deriválom a szorzat első tényezőjét, ugye ezt. Ez azt fogja jelenteni, hogy 2 ötödször x a mínusz 3 ötödiken plusz 3, szorzom a sinusz x-el, hiszen a másodikat nem bántom, plusz, most leírom az elsőt, x a 2 ötödiken plusz 3x, és szorzom a másodiknak a deriváltjával, az a sinusz x-nek, aminek cosinus x a deriváltja. Ugye ne felejtsük el, hogy a szorzás felcserélhető, tehát mindegy, hogy azt mondom, hogy g vesző f, vagy azt mondom, hogy f szer g vesző, ez a kettő ugyanazt jelenti. Nézzük a következőnél, a derivált, f derivált x, az x-et lefelejtettem, elnézést,
Ez úgy fog kinézni, hogy 2 az x, ugye első deriválom, 2 az x-edik ennek a deriváltja, 2 az x-edik n szerelem 2, szorzom a másodikkal, plusz az elsőt leírom, és szorzom a másodiknak a deriváltjával, ugye a 4-es konstans szorzóról nem felejtkezek el, hogy azzal nem kell semmit csinálnom, koszinusznak a deriváltja pedig mínusz színusz x, tehát ez azt fogja jelenteni, hogy 2 az x-edik n szer ln 2 ször 4 koszinusz x, plusz, helyett, bocsánat, mínusz, 2 az x-edik n szer 4 szer színusz x, és ezzel készen is vagyunk. Az utolsó ebből a, ezen az oldalon, ugye itt sem kell átírni a függvényt, f derivált x, ugye elsőt a zárójelben lévő kifejezést deriválom, az lesz 2 szer 1 per koszinusz négyzet x mínusz 1 per x, és szorzom a másodiknak, a második függvénnyel, ugye, amit nem változtatok, mínusz helyett plusz, az elsőt leírom, 2 tangens x mínusz ln x, és szorzom a másodiknak a deriváltjával, azaz 3 hetet szer, 3 x a másodikom. Ez ugye 2 per koszinusz négyzet x plusz 1 per x, szorozva 3 heted x köb, és plusz 2 tangens x mínusz ln x, szorozva 9 heted x négyzettel. Hát ez nagyjából a legegyszerűbb alak. Nézzük a következőt. Itt már ugye hányados függvényekről van szó. Ugye a hányados függvény deriválási szabálya egyszerűen az úgy néz ki, hogy f derivált g minusz g derivált f per g a négyzetem. Ez azt jelenti, hogy a deriváltat úgy fogom csinálni, hogy deriválom a számlálót, 2 minusz 5 ször 1 per x szer ln 3 plusz 0, ugye a 12 az konstansomnak 0 a deriváltja, szorzom a nevezővel, x négyzet plusz 3, mínusz, most a nevező deriváltját szorzom a számlálóval, 2x mínusz 5 ször 3-as alapú logaritmus x plusz 12, és ezt az egészet osztom a nevezőnek a négyzetével, x négyzet plusz 3-nak a négyzetével. Na most ez kicsit szebb alakban talán úgy néz ki, hogy 2 mínusz 5 per x-szer ln 3 szorozva x négyzet plusz 3-mal, helyett mínusz, bocsánat, mínusz 2x-szer 2x mínusz 5 ször 3-as alapú logaritmus x plusz 12 per a nevezőnek a négyzete, azaz x négyzet plusz 3 a négyzete. A következő függvénynél ne felejtsük el észrevenni, hogy a számlálóban a gyökös kifejezést hatványra kellene írni. Ez azt jelenti, hogy egy olyan függvényt kapunk, hogy mínusz 2 színusz x plusz 5 ször x az 1 harmadikon per 5 ször 3 az x-ediken. Ne felejtsük el, hogy egyszerűsíteni nem lehet, hiába 5-ös szorzó, 5-ös szorzó, a számláló összeg nem pedig szorzat. F derivált x úgy fog kinézni, hogy számlálót deriválom, mínusz 2 koszinusz x plusz 5 ször 1 harmad szor x a mínusz 2 harmadikon, ez ugye a számláló deriváltja. Szorzom a nevezővel, mínusz, a nevező deriváltját 5 ször 3 az x-ediken szer ln 3-at szorzom a számlálóval, mínusz 2 színusz x plusz 5 ször x az 1 harmadikon, és az egészet elosztom a nevezőnek a négyzetével, ami egyébként 25-ször 3 a 2x-ediken. Ezt most, ha nem muszáj, nem írnám le még egyszer, ugye itt ezt a szorzást lehet elvégezni, és nagyjából kb. Ennyi. Meg ezt az árvonalat lehet felbontani. És az utolsónál, ugye ez, ne felejtsük, ez egy három tényező szorzat, ugye első, második, harmadik. Hát erre nincsen külön szabály, de ha csoportosítjuk, és azt mondjuk, hogy az első kettőt egynek tekintjük, és a harmadikat pedig a másik szorzó tényezőnek, akkor könnyen rájöhetünk, hogy a három tényező szorzat, illetve tetszőleges n tényező szorzatnál a deriválás úgy történik, de mindig egy szorzó tényezőt deriválunk, a másik kettőt békén hagyjuk, és addig megyünk, amíg el nem fogynak a szorzó tényezők. Ez azt jelenti, hogy a deriváltat úgy fogom csinálni, az elsőt deriválom, x a mínusz negyediken, és a másodikat, meg a harmadikat nem bántom. Ezután az elsőt nem bántom, a másodikat deriválom, a harmadikat nem bántom, és utána az elsőt sem bántom,
a másodikat sem bántom, és a harmadikat fogom deriválni. Nyilván ezt kicsit talán szebb alakra lehet hozni, ugye ez mínusz 9-szer x a mínusz negyediken szer lmx-szer 3 az x-ediken plusz. Itt ugye lehet egyszerűsíteni, vagy hát el lehet végezni ezt a szorzást, itt ezt. És azt kapom, hogy 3-szor x a mínusz negyediken szer 3 az x-ediken. És plusz 3x a mínusz harmadikon szor ln x szer 3 az x szeriken szer ln 3, és talán ez a legegyszerűbb alakja. Nézzük a következőt. Itt már ugye egy kicsit viccesebb dolgok vannak, ugye először is az első kifejezésben egy tört van még mindig, ugye sinusz x szer 3-as alapú logaritmus x per x a 3 ötödiken, de ne felejtsük el, hogy itt a számláló szorzat. Tehát amikor én a tört deriválási szabályát használom, elnézést, akkor ugye először deriválom a számlálót, az úgy fog kinézni, hogy sinusz x szer 3-as alapú logaritmus x-nek a deriváltja. Ezt most direkt nem végeztem el, szorzom a nevezővel, mínusz a nevező deriváltja x a mínusz 2 ötödiken, szorozva a számlálóval, sinusz x szer 3-as alapú logaritmus x, és osztva a nevezőnek a négyzetével, 3 ötödiken a négyzeten. Na de ugye ez még nincs lederiválva, hiszen itt még van ez a kifejezés, ami nincs lederiválva. Éppen ezért ott viszont a szorzatfüggvény deriválási szabályát kell alkalmaznom. Ez azt jelenti, hogy elsőt deriválom cosinus x, a másodikat békén hagyom, plusz elsőt békén hagyom, és a másodikat deriválom. Szorozva x a 3 ötödikennel, mínusz 3 ötödször x a mínusz 2 ötödiken, szorozva sinusz x, szorozva a 3-as alapú logaritmus x, ugye ott az árójelnek nincsen túl nagy jelentőség, hiszen szorzatról van szó, per a nevező a négyzeten, az x a 6 ötödiken, hiszen ugye a hatványt úgy hatványozzuk, hogy a kitevőket összeszorozzuk. Innentől kezdve összetett függvények deriválásáról van szó. Ugye ebben az esetben a belső függvény az x a negyediken, a külső függvény pedig a sinusz. Ugye az összetett függvényt úgy deriválom, hogy először deriválom a külső függvényt, ugye a sinusznak a deriváltja a koszinusz, és, itt teszek is egy zárójelet, hogy ez egyértelmű legyen, és ezt veszem a belső függvény helyen, tehát csak a külsőt deriváltam a belsőt, nem? És szorzom a belső függvény deriváltjával, ugye a belső függvény az x a negyediken, tehát 4x a harmadikon. Következő, koszinusz 2 az x-ediken, ide is kiteszek egy zárójelet, mert így egyértelműbb lesz, az derivált az úgy fog kinézni, hogy ugye a koszinusznak a deriváltja mínusz sinusz, a belső függvényt nem bántom, szorozva a belső függvény deriváltjával 2 az x-edikennek, 2 az x-ediken szer ln 2. Következő tangens x a köbön, ugye itt a külső függvény az, hogy x a köbön, ennek ugye a deriváltja az úgy néz ki, hogy 3-szor, valami a négyzeten, és szorozva a belső függvény, azaz a tangens x deriváltjával 1 per koszinusz négyzet x. Ezt lehetne egyszerűbb alakra hozni, hiszen a tangens a sinusz per koszinusz, de most ez nekünk pont elég, lederiváltuk. Következő, még mindig összetett függvények. Ugye úgy deriválom, hogy a külső függvény az ugye a 11-en, tehát 11-szer x az 5-en mínusz 2x négyzet plusz 3x plusz 5 a tizediken, szorozva a belső függvény deriváltjával, ami 5x a negyediken, mínusz 4x plusz 3. Ugye ez a belső függvény, ez pedig a külső. A következő ez már extrán összetett, hiszen van benne egy összetett függvény megszorzat is, éppen ezért a deriváltat úgy fogjuk csinálni, hogy ide beteszek még egy zárójelet, hogy ez nyilvánvaló legyen, hogy ez így értendő. Ugye elsőt deriválom, de az első tényező az egy összetett függvény. Tehát koszinusz x, bocsánat, koszinusz 5x négyzet szer 10x, ez lesz az elsőnek a deriváltja, szor 4 az x-ediken, plusz sinusz 5x négyzet szer 4 az x-ediken szer ln 4, hiszen a 4 az x-edikennek a deriváltja, az 4 az x-ediken szer ln 4. Következő szintén szorzat függvény, de ennek már mind a két tényezője összetett. Ugye
ennél a függvénynél is, meg ennél a függvénynél is az A az x-ediken a külső függvény, és a kitevőben szereplő polinóm az a belső, éppen ezért lesz egy 3 az x a köbön mínusz 4x plusz másodikon szor ln 3. Ez a külső függvény derivátja, szorozva 3x négyzet mínusz 4-je, ezzel van lederiválva az első tényező, szorzom a másodikkal 5x plusz harmadikon, plusz az elsőt leírom változatlanul, azaz 3 az x köb mínusz 4x plusz másodikon szorozva, és most az 5 az 5x plusz harmadikon úgy deriválom, hogy 5 az x-edikennek 5 a x-edikenszer ln 5, szorozva a belső függvény derivátja, ugye a belső függvény az 5x plusz 3, annak a derivátja 5. És az utolsó ebből a, vagy ezen az oldalon, az úgy fog kinézni, hogy a külső függvény, ez már háromszorosan összetett, hogy a külső függvény a színusz, egyel beljebb van a nyolcadikon, és azon belül van az 5x plusz 1, tehát kezdem a legkülsővel, színusznak a derivátja koszinusz, belső függvényt nem változtatom meg, most azt mondom, hogy a színuszt már kilőttem, van a nyolcadikon, az 8-szor 5x plusz 1 a hetediken, most már kilőttem a színuszt is, meg a nyolcadikont is, és szorzom a legbelső függvény az 5x plusz 1-nek a derivátjával, ami 5. Hát és az utolsó, ezek már tényleg ilyen vicces függvények, de már csak 3 van belőle. Derivált, ugye szorzat függvény, elsőt deriválom, másodikat nem bántom, plusz elsőt leírom, és a másodikat deriválom. De az e a mínusz x négyzetenediken az egy összetett függvény, a külső függvény az e az x-ediken ennek önmaga a derivátja, és szorzom a belső függvény derivátjával. Következő. X a köbön per ln x négyzet. Először is ugye ne felejtsük el, hogy ez egy tört. Azzal kezdem, hogy számláló derivátja szor a nevező, mínusz nevező deriváltja, vigyázzunk a nevező összetett függvény, ugye 1 per x négyzet, az ln-nek a deriváltja 1 per x, tehát 1 per x négyzet szer a belső függvény deriváltja 2x, és szorzom a számlálóval, osztva a nevezőnek a négyzetével. És akkor készen vagyunk a deriválásra. Nem a legszebb alak, de ugye ez most csak deriválni kell, nem feltétlen kell a lehető legszebb alakra hozni. Na és akkor az utolsó, ez már egy nagyon sokszor összetett függvény, van a négyzet, van a színusz, van a 3 az x-ediken, meg van ugye a belső függvény, 2x négyzet plusz 2, az a legbelső. Éppen ezért a külső függvény ez a négyzet, hiszen ezt fel tudom úgy írni, hogy színusz 3 a 2x négyzet plusz másodikon, és az a négyzeten, ezért a legkülső függvény ez a négyzet. Tehát kétszer színusz 3 a 2x négyzet plusz másodikon, ez ugye az elsőn, ezzel lederiváltam a négyzetet. Megyek egyel beljebb, színusznak koszinusz, de a belső függvényt nem változtatom meg, 2x négyzet plusz 2. Most már megvan a négyzet, lederiváltam, megvan a színusz, lederiváltam. Most jön a 3 a valahanyadikon, ugye 3 az x-edikennek 3 az x-ediken szer ln 3, tehát 3 a 2x négyzet plusz másodikon szor ln 3. Ezzel megvan a 3-as is, és most jön az, hogy a legbelső függvény, ami a 2x négyzet plusz 2, annak a deriváltja, elnézést, 4x plusz 0. És ezzel van lederiválva ez a függvény. Nos, ebben a videóban ennyit szerettem volna megmutatni. Köszönöm szépen!